2007-ben az Európai Unió irányelvet fogadott el az árvízvédelemről. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával közel 5 éve tart a stratégia megújítása, amelynek kidolgozása során a szakemberek alkalmazkodnak a változó környezeti hatásokhoz. A területi elhelyezkedésből adódóan Magyarországon kiemelt jelentőségű az ár- és belvízvédelem kérdése. Tudjuk azt, hogy az országnak milyen az árvízi kitettsége. Alapvetően lehet itt visszautalni akár csak az elmúlt másfél évben bekövetkezett 2013. júniusi Dunai árvízre, amikor szinte az ország teljes területén megdőltek az eddig mért legnagyobb árvízszintek, de ugyanez érvényes a Felső-Tisza vidékére is, hiszen ez a térség itt az országban, Tisza vonatkozásában az árvizek által legjobban veszélyeztetett, hiszen itt lép be a Tisza Magyarország területére. Itt van az az adottsága, hogy nagyon rövid idő alatt, 24 óra alatt, akár 8-10 méteres vízszintemelkedés is bekövetkezik. Tehát nagyon-nagyon kevés idő áll rendelkezésre, egyáltalán a védekezésre való felkészülésre, és a szükséges védelmi létesítményeknek a kiépítésére. Az árvízvédelmi tervezési folyamat hosszú időt vesz igénybe, amit 3 ütemben hajtanak végre. Első lépésben az árvízi kockázatok becslése történt meg, ezt követően elkészítették a veszély- és kockázati térképeket, jelenleg pedig a kockázatkezelési tervek kidolgozása van folyamatban. Ezzel együtt az árvízvédelmi rendszerek folyamatos fejlesztés alatt állnak. Jelenleg 681 kilométernyi hosszú töltésszakasz van kiépítve, ebből 541 kilométer hosszúsága az elsőrendű árvízvédelmi töltés, csaknem 100 kilométer hosszúságú másodrendű árvízvédelmi töltésekkel rendelkezünk. Ezek között szerepel az árapasztó tározóknak a töltései, illetve a Szalmus túr között megvalósult zárógát, amelynek a célja, hogy a Romániában esetlegesen gátszakadásból érkező vizeket a magyarországi területektől távol tartsa. Az árvízvédelmi referens hozzátette, a Felső-Tisza területén nagyobb arányú, közel 70 kilométeres töltésfejlesztés szükséges még, árvízi tározók építése pedig még folyamatban van.